Elég hosszú volt az út, ugye Békés Csabáról ide a Bozsik stadionba, de gondolom nem unatkoztatok. Nem, az a figyelj, győzelem után és szerzünk 3 pont, ez a legfontosabb, és jó volt utat. Komolyan mondom, ez a győzelem után, és örülök, hogy a csapat nagyon jól játszott. Minden játékos adott minden, ami kell, amit gyakoroltunk múlt héten, amit edző kérte, és örülök, hogy tovább jól játszottunk, és szerzünk 3 pont. Először voltál ugye a szezonban NB1-es meccsen kezdő. Elég jó játékkal háláltad meg a bizalmat. Hát igen, próbáltam a legjobbamat nyújtani, és örülök neki, hogy a csapat győzni tudott. Ugye 2 gólpasszt is adtál a meccsen, mesélj erről, légy szíves. Igen, 2 gólpasszt is adtam, az első 2-t, úgyhogy az fontos volt, hogy az elején megszerezzük a vezetést is, és örülök neki, hogy végén azért hozzá tudtam járulni a csapat győzelméhez. Ugye Gyulához hasonlóan most te is második helyen állsz a góllövő listán. A szezon előtt megfordult ilyesmi a fejedben, hogy ilyen jól állhatsz majd a szerzett gólok tekintetében? Hát figyelj, nem ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy szerezünk 3 pont. Ez a legfontosabb. Ma én rúgtam, hála Isten, 2 gólok, de nem ez a lényeg, nekem teljesen mindegy, ki rúgja a gól, nekem csak nekem ez a lényeg, hogy csak győzelem, és szereztünk 3 pont. Szerinted egyébként mi volt az, amiben a Békés Csaba fölé nőttetek? Szerintem játékban is jobban játszottunk, motiváltabbak is voltunk, úgyhogy a csapatot azt nem érheti panasz, mindenben jobbak voltunk szerintem. Ugye Márko Rossi azt nyilatkozta a meccs után, hogy a szezonban most sikerült a legjobban taktikailag a meccs. Te is úgy érezted a pályán, hogy tényleg sikerült mindent véghez vinni, amit gyakoroltatok? Igen, szerintem mindenképpen minden adott volt, a pálya is jó volt, meg minden edző is felkészített minket, úgyhogy szerintem jók voltunk, igen. Mesélj, légy szíves, ezekről a gólokról, amiket most szereztél. Hát sokszor rúgtam ilyen gólokot ez a pontrugás után. Ez az utolsó gól, ez tipikus kontra volt, Geri nagyon jó, visszaadom nekem a passzok, hála Istenem, nekem passzoltál, és örülök.